Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi az ő gondolata. Itt a gyermek utalhat gyermekekre is. Itt lesznek hirtelen olyan változások. Vagy ő úgy gondolja, hogy másképp kellene állnia a dolgokhoz. Ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet, egy új irányt, és a kasza először lezár valamit, és utána lesz ez az új kezdet. Azt is jelenthetik a képek, hogy minden olyan hirtelen történik, tehát így tervezi most a dolgokat. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a park jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket. Erre most neki szüksége van. És itt a kereszt jelentheti az ő hitét, vagy egy spirituális területet, de jelent sorsdöntő változásokat is, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy ő elérkezik a sors útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a gyermek jelenti ezt az új kezdetet, és itt meg lesz a nyilvánosság, megkapja az elismerést. Mit fog tenni? Hogyan közeledik hozzád? Itt ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Ez lehet például vállás is, ha ő még egy házasságban él, amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzi magát ebben a toronyban, és keres egy kiutat, keres egy megoldást, és itt van hozzá a kulcs, kinyílik ez az ajtó, itt lesznek akkor lehetőségek, és pontosan ezzel a szándékkal közeledik hozzád, hogy lesz egy új kezdet, vannak lehetőségek, megváltozik az irány, lesznek sorsdöntő változások. És mi fűz össze benneteket? Itt ez a könyv jelentheti a tudást, hogy mindkettőtöknél megvan ez a képesség, az intelligencia, vagy van egy közös cél, például tudás, vagy egy továbbképzés, mert ez mindkettőtöket érdekel, vagy megjelenik egy könyv, ezen dolgoztok közösen, és itt van a nyilvánosság, megjelenik a nyilvánosságon, megvan erre a lehetőség, amit a könyv még jelenthet, hogy eddig még olyan zárkózott volt, vagy te voltál visszahúzódó, de itt van most a kulcs, kinyitja ezt a könyvet, és jelenti a nyitottságot, nyitottabbak lesztek egymáshoz. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.